Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint egy új termékcsaládot fogok kipróbálni, és nem csak termékcsaládot, hanem márkát is, mert nem tudom, hogy eddig hogy nem sikerült, de még sose próbáltam Inglotos termékeket, úgyhogy most éppen eljött az ideje, ráadásul az egyik legcukibb kollekciójukat kaptam meg, úgyhogy most ezt fogjuk együtt kipróbálni, és még mielőtt belekezdenénk a dolgokba, szeretném elmondani, hogy szoktam kapni PR csomagokat, nem túl sokat, de szoktam, viszont ilyet, mint amit az Inglot küldött, még soha nem kaptam. Mindig van, tudjátok, hogy egy-egy terméket elküldenek, megmutatják, milyen, de ez konkrétan bele se fér a képbe. Az egész Pindur-Pandur kollekciót elküldték nekem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik. Egyébként voltam a bemutató partin is, viszont próbáltam úgy ott lenni, hogy ne nézzek bele túl sok mindenbe, mert szerettem volna tényleg egy első benyomást, és szerettem volna teljesen pártatlanul kipróbálni mindent, ha ez így érthető. Kaptam hozzá egy nagyon cuki kis levelet is, ahol elmondják, hogy hogy kezdődött ez az egész Pindur-Panduros együttműködés, 2019. októberében jelent egyébként meg, október 24-től elérhető. Egy kicsit megcsúsztam vele, hogy kipróbáljam, viszont most végre eljött az ideje, úgyhogy nyissuk is ki ezt a csodát. Ahogy látjátok, az alapomat azt már megcsináltam, úgyhogy most teljes mértékben a szemre és a szájra fogunk koncentrálni. Ahogy kinyitom, megpróbálom úgy kinyitni, hogy ne ejtsek ki belőle mindent. Gyönyörű. Semmit nem vettem még ki, semmit nem próbáltam ki. Azt elmondták egyébként a bemutató partin is, hogy a termékek a termékcsaládon belül úgy épülnek fel, hogy a három lányra specializálva vannak. Van külön Csuporka, Sziporka és Puszedli mini kollekció a kollekción belül. Látjátok, itt van a három szemhéj púder paletta, van két gyönyörű highlighter, úgyhogy highlightert még nem is tettem fel. Vannak rózsaink, ezek hát így elsőre nem mondom meg, hogy lip topperek vagy szemhéjra való valamik, de inkább szerintem szájra valók. Ezeket még fogalmam nincs, hogy mik, és ezeket se, úgyhogy szerintem bontsuk ki, és egy kicsit merüljünk el jobban benne. Tényleg gyönyörű volt a csomagolás, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm az Inglotnak. Nagyon meglepődtem rajta, de nagyon jól esett, úgyhogy köszönöm szépen. Még mielőtt a szememhez igazából hozzákezdenénk, szeretném nektek megmutatni swatchokba, hogy hogy is néznek ki ezek a termékek. Úgyhogy először szerintem a rúzsokkal fogunk kezdeni. Ezeket láttam már akció közben a bemutatón, viszont nagyon-nagyon szépek, úgyhogy mindenképp meg szeretném mindet mutatni nektek. Ahogy itt is látjátok, három színünk van. Van egy piros, egy nagyon-nagyon természetes nude, és egy kicsit ilyen májvásabb színű nude is. Ezeket nem is tudom, hogy hova kenjem nektek, hogy lássátok. Nagyon-nagyon szépek egyébként a színei, és így a kezemen nagyon pigmentáltnak tűnnek, úgyhogy remélem, hogy a számon is ilyen gyönyörű lesz. Még nem tudom, hogy melyik színt fogom kipróbálni, de szerintem ma a nude-okból valamelyiket nem érzem azt a piros vibe-ot ma. Ezután vannak a szájfények. Felül van a puszedlis, alatta a sziporka és alatta a csuporka. Mindegyik egyébként nagyon szépen irizál, és teljes mértékben ezek a színek játszanak a kis csillámokba, amit így az üvegen, tubuson kívül láttok, viszont egyik se olyan túl erős, hogy sok legyen, értitek? És van itt nekünk kettő por állagú highlighterünk, amit nem ezeket, de az üzletbe kipróbáltam egyébként az Inglotnak ezeket a porállagú pigmentjeit, highlightereit, testcsillámjait, és valami gyönyörű. Nagyon szépen, olyan halványan, de mégis annyira erősen csillognak, hogy nem tudom elmondani, majd mindjárt remélem, hogy meg tudom mutatni, hogy mire gondolok. Az egyik az egy kicsit aranyosabb színű, a másik pedig egy hidegebb, barackosabb árnyalat. A bal vállamon fogom megmutatni az aranyosabb színűt. Wow! A regra é bem clara.
kicsit a felsőn is olyan lett. A másik oldalon pedig a kicsit barackosabb árnyalatot. Ó, de szép ez is. Na most már jól érzem magam. Szeretnék azért ide is húzni belőle, hogy kicsit koncentráltabban is lássátok, hogy miről van szó. De kár, hogy túl messze van a kamera, de szerintem látjátok, hogy nagyon szépek. És amúgy érdekes, mert az aranynak is van egy kicsit ilyen ezüstös beütése. Oké, tovább. Igyekszek majd egyébként a szememen is mindent kipróbálni, meg az arcomon. Nagyon hasonló színben van itt nekünk a két préselt highlighter is. Ugyanúgy felülre húzom a barackosabbat, alá pedig a kicsit világosabb, aranyosabb árnyalatot. Nem bírom annyira kifordítani a kezem, hogy lássátok. És van itt nekünk... Wow! Annyira meglepődtem, hogy a fókusz is elment. Van még a kollekcióban három pigmentpor, amit őszintén megmondok, hogy fogalmam nem volt, hogy hova tegyek, és hogy milyenek lesznek. Viszont amikor ott voltam az üzletben, akkor kinéztem egy színt, ami nekem a gyengém. Nem tudom, hogy miért, de imádom az olyan színeket. És az egyik, az pont olyan. Úgyhogy mindjárt mutatom nektek. Ami a mutató ujjamon van, azokat a színeket imádom. Kicsit zöldes, lilás, irizáló, nagyon-nagyon szeretem. Hát annyira csillog, hogy rendesen nem látjátok. Ezt muszáj kipróbálni ma. Akármi is volt a tervem, azt most kukába dobtam, és új lett helyette. Gyorsan azért, jaj, de aranyosan nyílik, megmutatom nektek a szemhéjpúdereket is. Így nyílnak ki, csak ki kell húzni őket. És mindegyik lánynak van egy kis palettája, látjátok innen. Team Blossom, ebben van egy ilyen téglaszínű matt szín, egy nagyon bézs, kicsit csillámos szín, és egy mustársárga kicsit csillámos szín. Team Bubbles-ban van egy nagyon szép kék, egy babarózsaszín csillámos szín, és egy babarózsaszín, talán annál kicsit sötétebb, matt szín. Team Buttercup-ban pedig egy zöld simer, egy kicsit citromsárgás simer, és egy szürke matt. És arra gondoltam, hogy megmutatom nektek a swatchokat a kezemen, viszont nem az ujjammal fogom húzni a swatchokat, mert a matt színeket normál esetben azért nem húzzátok az ujjatokkal, úgyhogy egy ecsettel fogom felvinni a kezemre, és megmutatom nektek, hogy mi hogy néz ki. És akkor, ahogy látjátok, fel is vittem az összes színt a kezemre. Az első három szín a Team Blossom, a második három szín, azt hiszem így, az a Team Bubbles, és az alatta lévő a Team Buttercup. Eredeti elképzelésem egyébként az volt, hogy ezután a videó után én felveszek még egy videót, viszont szeretnék minél több mindent kipróbálni, úgyhogy szerintem a két szemem különböző fajta lesz, hogy több mindent meg tudjak nektek mutatni. Úgyhogy szerintem el is kezdem, lekorrektorozom, leprimerezem végül is a szemhéjamat. Magic Star korrektort használom, amiről csináltam is egyébként egy videót, és azt itt ebbe a sarokba, ha kattintotok, megtaláljátok, vagy ha beírjátok a csatornámon a keresőbe, akkor ott is megtaláljátok. Egyetlen egy valamit hiányolok egyébként ebből a kollekcióból. A szemhéjpúdereknél nekem szükségem lenne egy olyan színre, ami egy kicsit naturabb, és igazából egy ilyen transition szín, amit alapnak tudok tenni, és azon tudok eldolgozni mindent. De megoldjuk anélkül is, csak
ez ilyen, nem tudom, ez az én kis egyéni problémám. Én nagyon szeretem, hogyha van egy olyan szín benne, amit tudok alapnak használni. Azt hiszem, hogy ezt a két palettát fogom használni. Az biztos, hogy ezt fogom, úgyhogy ezzel fogunk kezdeni, ez a jobb szememen lesz. És először egy kis lapos ecsettel ezt a téglás, narancssárgás, barnás színt fogom felvinni a szemem külső sarkába. Majd egy nagyon picit elkezdem elsatírozni. Egy kicsit közelebb is hoztalak titeket, hogy ne maradjatok le semmiről. Nagyon szép! A szemöldök csontomra fogok használni a középső színből, az alsó szempilla vonalamra pedig ezt a mustársárga színt fogom feltenni, és a külső sarokban pedig összekötöm ugyanazzal a színnel, amit felülre is tettem. A szemem, szemhéjam közepére és egy kicsit a belső sarok fele szeretnék tenni ebből a bronzos pigmentből, ebből. Egy nagyon kicsit látjátok lehullott, de igazából ezzel nem tudtok mit csinálni, mert nyilván ez nem préselt. Úgyhogy vagy később csináljátok meg az alapozást, vagy tesztek egy kis púdert a szemetek alá, és akkor biztosan nem lesz vele semmi baj. Kicsit az éleit eldolgozom, és a szemem belső sarkába pedig ebből a highlighterből fogok tenni. És látjátok, a két színt még a szemem belső sarkában is összedolgoztam. Ezt nem mutattam nektek egyébként, hogy van egy szemhéj tus is ebben a kis csomagban, amit kaptam, viszont nem vagyok egy nagy szemhéj tus rajongó, úgyhogy most ezt nem fogom nektek megmutatni. Biztosan lesz, amikor kipróbálom, de nem most. És ezzel igazából ez az oldal kész is van. Nem nagyon szeretnék vele más csinálni. Úgyhogy át is megyünk a másik oldalra, ahol még fogalmam sincs, hogy mi fog történni. Valószínű, hogy a zöld színnel... nem. A szürkével fogom elkezdeni a sminket, és a másik oldallal kicsit meggyűlt a bajom, úgyhogy most felkészülök. Jól bepúdereztem a szemem alatti részt, és így biztosan nem fog ott maradni semmilyen leszúródó festék. Egy nagyon kicsit eldolgozom az éleket. Nem tudom, hogy jó ötlete, de a következő lépésem az a zöld szemhéj púder lesz, ami egy kicsit ugye csillog is, és megpróbálom összemosni ezzel a szürkével, és egészen ide behozni a szemöldököm alá. Ezen az oldalt a szemöldököm alá egyértelműen a sárga szín fog kerülni. A szemem közepére pedig ez a gyönyörű lilás, zöldes, kékes pigment.
Ezzel csak én vagyok így, hogy ennyire imádom ezt a színt. Nagyon szép. És arra gondoltam, hogy a szemem belső sarkába pedig ebből a csillámból fogok tenni. Le is húzom, hogy látszódjon a válna. Méghozzá most egy ecsettel. Magába is gyönyörű egyébként, anélkül, hogy befújtam volna. Lesöpröm a szemem alatti rész. Szemem alatt középen egyértelműen zöld szín lesz. A külső harmadba mehet megint a szürke. És végül, de nem utolsó sorban, a belső harmadba pedig a citromsárga. Egy kicsikét ráerősítek még a szemzugomra. A szemeim annyira kész vannak, hogy szempillaspirát már tettem rájuk, viszont pillát is fogok nem sokára, csak előbb szerettem volna a highlighterezést befejezni. Természetesen mindkét oldalon különböző highlightert fogunk feltenni, méghozzá úgy, az egyik oldalon ez lesz az alap, Girl Gang P52-es árnyalat. Úgy terveztem, hogy ebből csak annyit fogok feltenni. Hogy adjon egy nagyon szép fényt az arcomnak, de ne legyen túl erős, éles, kicsit az állkapcsomra is, és ezután pedig por állagú test és arc csillámból fogok a legmagasabb pontokra tenni egy kis pluszt. Lányok, aki báli sminkre van hozzám már bejelentkezve, az készüljön, mert olyan csillogások lesznek, hogy hihetetlen. A másik oldalon igazából ugyanez fog történni, csak a világosabb színnel. Ups. Kicsit porosabb, mint a másik. Az első réteg highlighteremet szeretem egy kicsit nagyobb ecsettel feltenni, hogy ne legyen csíkos hatása. Ne úgy tűnjön, hogy tényleg csak egy csíkba odaraktam a highlightert, hanem látjátok, ilyen nagyon szép lesz a végeredmény. És ezután viszont arra gondoltam, hogy mivel ezt a kis rózsaszín pigmentet nem használtuk, így ebből fogok tenni a másik oldalra, a legmagasabb pontokra. Az orromra is teszek egy kicsit. Vagy sokat. Ebbe a videóban már mindegy, úgyis mindenhol csillogok, és arra gondoltam, hogy ezt a köztes nude árnyalatot fogom feltenni rúzsnak. A rúzs nagyon szép, tök pigmentált, de a szám az olyan szinten tropa. Teszek rá a biztonság kedvéért egy kis szájfényt is. Eltakarjuk a hibákat. Hú, valamire nagyon emlékeztet az illata, de nem tudom, hogy mire. Úgyhogy így nézek ki pillák előtt. Adjatok nekem egy percet, felrakom a pillákat, és mondom a végleges véleményemet. Nagyon remélem, hogy fókuszban vagyok. Felkerültek a pilláim is, és ezzel teljesen befejeztem a sminkemet. Nem tudom eldönteni, hogy melyik oldal tetszik egyébként jobban. Ezek a színek egyébként közelebb állnak hozzám, viszont ebbe az a zöldes lilás szín a abszolút kedvencem, úgyhogy összességében nagyon tetszett minden, nem nagyon tudnék kiemelni olyan terméket, amire azt mondom, hogy
nem? A palettákkal magába is látjátok, lehet nagyon szép szemsminket csinálni, legalábbis szerintem tök szép lehet, úgyhogy ha nem így gondoljátok, akkor azt írjátok meg, de csak finoman. A kedvenceim talán a pigmentek, abból is egyértelműen a kis lilás, és ez a két porállagú highlighter, azok a legjobbak szerintem. Hogyha esetleg nektek is megvannak ezek a termékek, vagy bármi belőlük, akkor írjátok meg nekem, hogy mik a kedvenceitek. Kíváncsi vagyok rá, hogy nektek mi jött be belőle a legjobban. Hogyha nincs, akkor viszont szerezzétek be legalábbis egy-két darabot, mert nagyon cukik, szerintem iszonyat aranyosak is, pindurpandúros téma, és tényleg jók a termékek, úgyhogy nagyon megéri. És akkor a videó végére nem maradt más hátra, mint hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen itt van az Insta nevem is, kövessetek Instán is, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a következőben találkozunk, sziasztok!